Sportolókat köszöntöttek, zebraterv, ovis fejlesztőtábor, szúnyoggyérítés. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2022. július 4-én 18 óra 5 perckor. A most épülő Liget úti sportpályán köszöntötték a korosztályos U15-ös bajnok és felnőtt megyei bajnok csapat tagjait és a szurkolókat, majd a játékosok megnézhették a most zajló sporttelepi beruházást. A 2021-22-es szezonban Karcag labdarúgó csapata megnyerte a megyei bajnokságot, így jövőre MB3-as bajnokságban indul. Az U15-ös csapat szintén bajnok lett. Varga Mihály pénzügyminiszter a bajnok játékosoknak szívből gratulált, és jó játékot kívánt a következő szezonra. Karcag egy büszke város, és most valóban büszkék lehetünk erre a két csapatra, a felnőtt férfi labdarúgó csapatunkra, valamint az U15-ös korosztályos csapatra, akik megnyerték az előző szezonban a bajnokságot. Ezúton is gratulálok nekik. Büszkeséget hoztak a városra, a városnak, minden sportot szerető szurkolónak. Kívánom, hogy a többi csapat is zárkózzon majd föl a következő szezonban. Nagy terveink vannak, és a nagy tervekhez megfelelő környezet és jó csapat kell. A jó csapat kezd kialakulni, a környezet pedig, ahogy itt körülnézünk, a egykori elbontott épületek helyén lévő területeken, hát a helyi környezet is kezd most már kialakulni. Nagyon bízom benne, hogy a magyar építőipar hozza a jó formáját, ugyanúgy, mint a karcagi csapat, és határidőre el fogja készíteni ezt a stadiont. Hallottuk, hogy új edző is van, tehát új csapat, győztes csapat, tehát most minden összeállt ahhoz, hogy tényleg egy nagyon sikeres jövő szezon induljon. Igen, Igor Bogdanovics a csapatnak az új edzője, gratulálok a munkájához, az eddigi munkájához, hiszen labdarúgóként és korábban korosztályos csapatoknak az edzőjeként már nagyon szép eredményt ért el, tett le valamit az asztalra. Amikor játszott még aktív korában, én is tiszteltem a játékát. Hát most egy azt hiszem sokkal nehezebb feladatot kell elvégeznie, mert nem őnek kell kifutnia a pályára, hanem a tanítványainak, a csapatnak, és egy olyan csapatot kell összehoznia, aki az MB3-ban sem a kieső zónában bukdácsol, hanem egy stabil középcsapat lesz. Aztán majd meglátjuk a többit, hogy lehetnek-e más reményeink is. Tehát sok sikert kívánok neki is, egy jó edző, jó játékos volt, ebből a következően lehet, hogy jó edző is lesz. Nagyon bízunk benne, hogy ő is hozzá tud tenni annyi pluszt a csapat teljesítményéhez, amivel egy stabil MB3-as csapat tudunk lenni. F. Kovács Sándor országgyűlési képviselő, a karcagi ESE elnöke a szurkolóknak is megköszönte a támogatást, biztatást, hiszen rájuk is szükség van a sikerhez. A felnőtteknek az MB3-ban érmes sikereket kívánt. Én azt gondolom, hogy minden karcagi és minden sportszerető örül annak, hogyha eredményeket érnek el a karcagi sportolók, és kicsit szimbolikus ez az éremátadás, hiszen egy építési területen vagyunk, egy építési terület közepén, és meg kell mutatni a sportolóknak az, hogy egy-másfél év múlva itt egy csoda fog kinőni Karcagon, egy csoda fog történni, és egy városnak nagyon sok minden fontos az életében. Fontos az oktatás, fontos a fiatalok helyben tartása, a sport, hogy egészségesek legyenek. Tehát egy városnak is úgy kell fejlődni, hogy minden egyes kicsi részletre figyel, hiszen Karcagnak van egy több száz éves története, és bízom benne, hogyha odafigyelünk és vigyázunk rá, akkor több száz éves fényes jövője is lesz ennek a városnak. És hát a sporttörténelmről is beszéljünk, hiszen ezzel a KSE-nek is egy nagyon szép módja van. Így van, kitűnő sportolók kerültek innen ki, nagyon eredményes sportolók, de nem igazából ez a legfontosabb, hanem az, hogy az elmúlt évtizedekben, hosszú évtizedekben nagyon sok karcagi fiatal sportolt itt. Megtanulta a küzdést, a harcot, egészségesebb lett, sportosabb lett, és igazából ez a legfontosabb, hogy minél több fiatal sportoljon, egészségesen éljen, hogy amikor majd idősebb lesz, idős korban, jobb élete legyen, és ez a sportnak a legfontosabb hozadéka. Hubay Imre megyei elnök szintén elismeréssel szólt a karcagiak eredményeiről, és azt kívánta, hogy a most épülő sportpálya is élhessen meg annyi sikert, amennyit az elődje láthatott. Én annak idején atlétikai pályafutásomat kezdtem ezen a pályán, és Lévai Kálmán tűzoltó parancsnok úrnak köszönhetően, valamint kedves feleségének, Rózsikának köszönhetően
engem a futás vitt magával, és én abban értem el olyan sikereket, amivel igyekeztem rebbíteni Jászlóskun-Szolnok megye és Karcag hírnevét. De mindig nagyon jó érzés volt kijönni erre a pályára, mert átéreztük azt az óriási erőt és óriási befektetést, amit a sportolóink akár az atlétikai téren, akár pedig a futballban beletettek abba, hogy képviselhessék a város, képviselhessenek bennünket. És jó érzés volt kijönni egy-egy futballmérkőzésre, ráadásul én nem is laktam innen messze a Liget utcán, tehát én hozzám el is hallatszott, amikor már hangolt a szurkolótábor, és az bizony hívogató volt. Én is itt több magoztam, itt szotyisztam a nagyokkal, és próbáltam azt ellesni, ahogyan megtartjuk és majd a hálói vezetjük a labdát, de soha nem voltam sikeres futballista, viszont annál jobb érzés, amikor az ember szurkolhat, amikor az ember szoríthat a csapatáért, szoríthat a sportolókért, és látni azt, hogy a csapat és az edző között milyen összhang tud kialakulni, és hogy az a győzelem, vagy akár csak a jó szereplés, a tisztességes helytállás, ami nekünk Nagykunoknak az identitásunk része, és nem is tudunk és nem is akarunk elszakadni tőle, ezt a fajta helytállást viszont látni a futballmérkőzéseken a karcagi fiataloktól, a karcagi sportolóktól, ez mindig nagyon jó érzés volt. Szepesi Tibor polgármester gratulált az érmekhez, és röviden ismertette a most zajló beruházást a jelenlévő érdeklődőknek. Nagyon sok munka van amögött, hogy valaki ilyen gyönyörű eredményt tudjon elérni. Rengeteg lemondás, rengeteg küzdelem, rengeteg olyan szabadidő feláldozása, hétvége, programok lemondása, barátok, barátnőktől való távolmaradás, amely mind-mind azt szolgálja, hogy ezt az eredményt el tudja érni. És ugye nem is egyéni eredményekről beszélünk, tehát csapat eredményekről, ami talán azt gondolom, hogy egy picit még nehezebb, hiszen egy csapat munkáját összefogni, egymásra figyelni még nagyobb nehézség a sportban, de hát ezt mind a két csapat megtette, megugrotta, köszönet az edzőknek, köszönet a játékosoknak, és természetesen köszönet a mögöttük állóknak, a szülőknek, a kicsiknél, és természetesen, ahol a felnőttekről beszélünk, ott a mögötte lévő családoknak is nagyon köszönjük azt, hogy ezt az eredményt el tudták érni a saját, az egyesület, és természetesen a város örömére is. Igen, most ha körbenézünk a területen, akkor már csak az emlékek vannak, amelyek a fejekben, az emlékezetekben, fotókon élnek, hiszen nem lehet látni már ezeket az épületeket, a sövényt, a kerítést, és még sorolhatnám sok-sok mindent. De mind azért történik, és azért tűnt el, hogy meg tudjon újulni ez a sporttelep, egy olyan modern 21. századnak, vagy talán a 22. századnak is megfelelő, tehát a jövőnek mindenképpen megfelelő és méltó helye kerüljön itt kialakításra. Nem csak a labdarúgásnak, hanem nagyon-nagyon sok sportágnak, a szabadidő hasznos eltöltésének. Én úgy érzem és úgy gondolom, hogy a város minden lakójának megelégedésére fog az szolgálni, ahogy a Liget úti sporttelep megújul. Az érmeket Varga Mihály, F. Kovács Sándor, Szepesi Tibor és az MLS képviselője adta át. Az ORFK Országos Balesetmegelőzési Bizottsága a Zebra Terv néven indította el a gyalogos balesetek elkerülését célzó kampányát. 3 napon át számíthatnak a közlekedők fokozott közúti ellenőrzésekre városunkban is. A részletekről Bakóné Tóth Éva rendőrőrnaggyal beszélgettünk. A Zebra Terv elnevezésű baleset megelőzési ellenőrzés a gyalogosok biztonságára fókuszál. Az ellenőrzés során a rendőrség nagy figyelmet fordít mind a gyalogosok, mind a járművezetők szabálykövető magatartásának ellenőrzésére, civil járművek alkalmazásával. A Zebra Terv elnevezésű közlekedés biztonsági akciói folyik most folyamatosan a mai napon. Ez azt jelenti, hogy a kollégák szolgálati jellege el nem látott járművel, illetve civil ruhában látnak el szolgálatot, mely során fokozottan figyelnek a gyalogosok közlekedésére, hogy biztonságosan tudjanak közlekedni, és a jogsértőkkel szemben járnak el. A korábbi évekre jellemző volt, hogy évente átlagosan 2500 gyalogost ütöttek el a magyar közutakon, közülük 150 ember vesztette életét. A gyalogosnak az úttesten a kijelölt gyalogos átkelő helyen kell átközlekednie, illetve ahol nincsen ilyen gyalogos átkelőhely felfestve, nincsen jelezve közlekedési jelzőtáblával,
ott kell közlekedni, ahol legrövidebben az áthadása biztosított. Az úttestre csak akkor lépett, hogyha meggyőződött annak veszélytelenségéről, váratlanul nem lépett le az autók elé, késem nélkül át kell haladnia, valamint csak úgy léphet le, hogyha meggyőződött arról, hogy a jármű nincs olyan, vagy olyan távolságban van tőle, hogy annak zavarása nélkül át tud kelni a gyalogos átkelőhelyen. Ugye a zavarás azt jelenti, hogy a jármű vezetőjét nem kényszeríti hirtelen irányváltoztatásra, illetve a sebességnek csökkentésére. A gyalogosokat érintő balesetek közel fele a kijelölt gyalogátkelőhelyen történik, és megközelítőleg 3% a halálos kimenetelű, ezért is fokozott most a jelentős közúti forgalmú utaknál a kijelölt gyalogos átkelőhelyeken és annak környezetében az ellenőrzés. A járművezetők által gyalogosok sérelmére elkövetett elsőbség meg nem adása jogsértés esetén az intézkedő rendőr figyelmeztetést, helyszíni bírságot és feljelentést alkalmazhat. Tilos jelzésen történő áthaladásnál a járművezető 50 ezer forint közigazgatási bírságra számíthat. Megkülönböztetett jelzéssel érkező jármű esetén a gyalogosoknak nincs elsőbsége. Ilyenkor a gyalogosnak nincsen elsőbsége, az úttestre nem léphet le, el kell engednie a megkülönböztetett jelzés együttesen használó járművet, annak továbbhaladását biztosítania kell. A kerékpárosokat a zebrán csak akkor illeti meg az elsőbség, ha leszállnak a kerékpárról és áttolják azt. Fontos, hogy a gyalogos a zebráról való lelépéssel a jármű vezetőjét nem zavarhatja meg, és nem kényszerítheti sebességének csökkentésére vagy gyors irányváltoztatására. A szülők figyelmét arra is felhívta a szakember, hogy a nyári szünetben is fontos a gyermekek szabályos kerékpáros közlekedése. Van, a gyerekek kikerülnek az iskolából, egy kötött formából kikerülnek a szabadba, nem érzik azt a zártságot, azt a kötelezettséget, hogy oda kell figyelniük, pedig a közlekedés során is figyelniük kell, hogy biztonságosan hazaérjenek, illetve a strand veszélyre szeretném még felhívni a figyelmüket. Ugye úgy gondolják sokan, hogy tudnak úszni, de az, hogy a medencében úszunk, az nem az, mint egy nyílt vízen, tóban, vagy akár a tengerben, ugye itt nem ér le a lábunk, hirtelen mélyülhet, ilyenkor akár pánikot is kaphat az ember, elveszti az érzékeit, és ez tragédiához is vezethet. Szeretném még felhívni a figyelmüket, hogy felhevült testtel ne ugorjanak a vízbe, illetve a nagyobbakat már ugye ittasan sem menjenek vízbe, mert ez is komoly tragédiához vezethet. Valamint ne érezzék azt cikinek, hogy mentőmellényt használnak, ugye, hogyha vízi járműen közlekednek, akár hajón, kajakon, vagy a most nagyon divatos szappokon. Molnárné Orosz Csillával beszélgettünk arról, hogy kik vettek részt az Akácsliget fürdőben tartott fejlesztő táborban. A Madarász Imre Egyesített Óvoda 9 óvodájából a nagy csoportos gyerekek vannak a táborban. Ebben a táborban óvodás gyerekek vesznek részt, a Madarász Imre Egyesített Óvoda 9 tagóvodájából váltunk nagy csoportos gyerekeket, akik iskolára készülnek. Ezt a tábort a június 7-től 10-ig tartjuk, vagyis ezen a héten, és arra törekszünk, hogy a gyerekeknek a óvodán kívüli iskola előtti szocializációját erősítsük, hisz itt a gyerekek nem ismerik egymást, nem ismerik az óvónéniket, illetve nem mindenki ismeri egymást, és hát ez így iskolába lépés előtt úgy gondolom, hogy elég fontos. Az Akácsliget fürdőben természetesen, ha már itt vagyunk, akkor fürdünk is, így délutáni programként a gyerekekkel kiszoktunk menni a strandra, a pancsolóba szoktunk egy kicsit felüdülni. Minden napnak megvan a programja. Első nap így a szocializációra tettük a hangsúlyt. Minden gyerek választott egy színt, illetve minden csapat egy színt. A színekből valami jelképet készítettek. Ha körbenézünk, akkor lehet látni. 7 csapat van, egy zöld fa csapatunk, egy napraforgó csapatunk, van piros alma csapatunk, tök csapatunk, szöllő csapatunk, halacska csapatunk, tó csapatunk, és hát a színeknek megfelelően a gyerekek itt jobban tudnak tájékozódni itt a központon belül.
illetve hát természetesen, mivel fejlesztő tábor, figyelembe vesszük azt, hogy a fejlesztő foglalkozásnak milyen tematikus felépítése van, így ahogy a mai nap is láttátok, illetve látják, nagy mozgásfejlesztésen vesznek részt a gyermekek, részt vesznek iránygyakorlatoknál, iránygyakorlatokat végeznek a gyerekek, tájékozódnak térben, tájékozódnak síkban, nagy hangsúlyt fektetve a jobbal tudatosítására, illetve hát az agyanyelvi fejlesztés nagyon fontosnak tartjuk, így a logopédus kolléganővel ilyen jellegű gyakorlatokat végeznek a gyerekek. És hát nem maradhat ki a finom motorika fejlesztése, mint ahogy látták a gombolás, a cipzározás, a cipőfűzés, cipőkötés lehetett gyakorolni az egyik állomáson, illetve hát nagyon fontosnak tartjuk a színek ismeretét, úgyhogy ezt is mindenféleképpen bevettük a programunkba, a színismeretfejlesztést, és hát ami nagyon-nagyon fontos a tesséma fejlesztés, ami nekem egy kicsit a szívem csücske is, így tessémát fejlesztő gyakorlatokat, mondókák, dalok segítségével lehetett látni, ahogy végeznek a gyerekek. A táborvezető rutinos szakember. 1996 óta kapcsolódott be a tábori életbe, akkor még Dériné szervezett logopédiai tábort, aztán ez alakult át fejlesztő táborrá. Utána az évek folyamán ez átalakult logopédiai és fejlesztő táborra, és hát a mai nap már fejlesztő táborként funkcionál. A hosszú-hosszú évek alatt a helyszín is változott, hisz nagyon sokáig a Berekfürdő területén, a régi úttörő tábornak a területén szerveztük a táborok életét, és 2009-ben volt először, hogy itt a karcagi Akácsliget fürdőbe jöttünk táborozni. A tábor vezetősége mindig helyet adott nekünk, volt a faházakban is voltunk, volt az apartman házban is, hogy ott voltunk elszállásolva, és hát most ebbe a gyönyörű rendezvényközpontba. A nagycsoportos ovisok a tábort ingyen vehetik igénybe, ami segítség a szülőknek. Az intézmény költségvetéséből biztosítottak a táborhoz az eszközök. Azok a gyerekek, akik a nyáron nem tudnak elmenni nyaralni, nekik is egy nagy élmény ez a kis játékos, tanulásos, egyhetes fejlesztés. A szabad térben való tartózkodás kellemessé tétele érdekében minden település életében kiemelten fontos feladat a kellő időben megkezdett szúnyoggyérítés. Városunkban ez a feladat ebben a hónapban vált esedékessé. A küszöbön álló szúnyoggyérítésről Szepesi Tibor polgármesterrel beszélgettünk. A polgármester elmondta, hogy a szakemberek folyamatosan nyomon követik, hogy melyik időszak kedvez leginkább a szúnyoggyérítésnek, amikor a leghatékonyabban és a legtartósabban tudnak beavatkozni az elszaporodott populáció csökkentése érdekében. A szakemberek folyamatosan nézik, vizsgálják, és természetesen ennek megfelelően kerül elrendelésre a szúnyogírtás, hiszen azt kell nézni, hogy mikor tudunk úgy beavatkozni, hogy az elszaporodott populációt megfelelőképpen lehessen gyéríteni, és az nyilván hosszú távra kihasson, és ne zavarjon igazából senkit. Elég nagy szárazság volt, ezért egy picit türelemre intettek bennünket a szakemberek, most viszont úgy látjuk, hogy elérte azt a kritikus szintet, amikor már mindenképpen célszerű beavatkozni. Ennek megfelelően július 5-én, 6-án, tehát kedden, szerdán, elsősorban a délutáni, kora esti időszakban, hiszen ezt javasolják a szakemberek, földről történő, milyen ködösített szúnyogírtás kerül elvégzésre Karcagon. Szeretnénk megnyugtatni mindenkit, hogy egészségre teljesen ártalmatlan, a környezetre ártalmatlan, de ettől függetlenül arra kérünk mindenkit, hogy lehetőség szerint készüljön föl erre a szúnyoggyérítésre, tegye el azokat a gyermekjátékokat, fedje be azokat a ivófelületeket, amelyeket a házi állatok használnak, ahogyan ezt a különböző média felületeken is kértük mindenkitől. Bízunk abban, hogy a jókor és időben elvégzett szúnyogírtásnak meg lesz az eredménye, mutatott rá a városvezető. Kedves nézőink,
Napi hírműsorunkat a Nagyhunsági Híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön, a www.karcagtv.hu weblapon, vagy töltsék le a Karcag Média Centrum applikációnkat az App Store vagy a Google Play áruházból. Viszontlátásra!